felújítják a zsinagógát, Londonban jártak a győrfisek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 12-én 18 óra 5 perckor. Gőzerővel folynak a rekonstrukciós munkálatok a karcagi zsinagógánál. Ebben az ütemben a tetőszerkezet és a külső homlokzat újul meg. A mostani templom építését 1898-ban kezdték meg. A főrabbi és a karcagi zsidóság legszebb napja 1899. március 20-án a templom felavatásának a napja volt. A most 106 éves zsinagógát a karcagi Blaum Ferenc fia bolgár építész tervezte. Letelepedés után a zsidóság rövid idő alatt beilleszkedett a város gazdasági és szellemi életébe. Jelentős szerepük volt a kereskedelemben, az iparban és a sport fejlődésében. Mint orvosok, kereskedők, iparosok a társadalom megbecsült tagjai voltak. A zsinagóga utcája tiszteletből a Kertész József nyomdász hittestvérünk nevet kapta meg. A jelenlegi felújítás több éves előkészítési munkálatok elvégzése után tudta az egyházközség megkezdeni. A kivitelezés a Mazsi Hisz és a miniszterelnökség támogatásával indult meg. A fejlesztést egy 4 éves előkészítő munka előzte meg, pályázati forrásokat kutattunk, támogatókat gyűjtöttünk hozzá. A helyzet úgy alakult aztán, hogy pályázati forrásból, a miniszterelnökség által nyújtott támogatásból és a Mazsi Hisz, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének saját forrásából újul meg az épület, körülbelül 1/3 a pályázati forrás belől és 2/3 saját erős beruházás. A tetőszerkezet az elmúlt 100 évben jelentősen megrongálódott, ezért is volt szükség a felújításra. Az elmúlt 120 évben az épület tetőszerkezete azért jelentősen meggyengült. Voltak benne olyan fa elemek, amiket a szakértők cserére ítéltek. Ezen kívül a cserép, ami ugye a legjobban rongálódott, és így a cserép is le lesz cserélve. Egy érdekességet elmondok a kedves nézőknek, a Németországból érkezett hozzánk a cserép, egy speciális műemlék cserép, amit kifejezetten ezekre az épületekre gyártanak. A kivitelezés mostani üteme 2 lépcsőben történik meg. A téli csapadékos idő beköszönte előtt a tetőjavítással szeretnének végezni. És egy hosszú előkészítő munka előzte meg magát a beruházást. Ugye most még a télbe állta előtt lecserélik a tetőszerkezetet, a héjalást, lecserélik a függőleges és vízszintes ereszcsatornákat. Itt egy kis szünet lesz, és tavasszal, amikor jó idő lesz, akkor kezdődik az épület külső felújítása. 3 méter, 44 méter magasságig körülbelül majd a szakértők megállapítják a pontos magasságot, lekerül az épületről a külső vakolat, vissza lesz pótolva egy speciális szellőző réteggel, majd ezt követően lesz a színezés. Na most itt a kérdésre a válasz. Egy kortörténeti kutatás előzte meg ezt az egész beruházást, és a műemlékvédelmi hatóság és műemlékvédelmi szakértők bevonásával kerül meghatározásra a szín. Majd lesz minta felfestve, és kijönnek a szakértők Budapestről, és megnézik, hogy melyik az, amelyik a kornak megfelelő szín. Tehát igen, eredeti és korhű színekbe lesz visszaállítva az épület. A zsinagóga külső megújítása után a hitközség vezetője már az újabb terveket szeretné megvalósítani. Pillanatnyilag ugye a külső megújul, de hát a belső tér is, ugye a 120 éves épület belső tere is, ami azért a környékbeli zsinagógákhoz képest remek állapotban van, a környékbeli templomokhoz képest szerintem megfelelő állapotban van, de szeretnénk ezt felújítani. Azért belül is jelentkeztek repedések, homlokzati hiányosságok, belső térben is vannak a padok, illetve ami nagyon elhasználódott az évek alatt, a padlózat, a padló szintje van megsüllyedve, és a padlózat van megrongálódva. Szeretnénk ezt a belső teret is helyreállítani. Hogy mikor, nem tudom, gyűjtjük rá támogatókat, keressük a pályázati forrásokat, nézzük a lehetőségeket, a jövő zenéje, mondjuk így. A belső rekonstrukció után újra külső munkálatok következzének a tervek szerint. Szép lesz az épület külső homlokzata, szép lesz a tetőszerkezet, szeretnénk a kerítést is rendbe tenni. Nem gondolunk itt nagyra, jó állapotban van a kerítés, de azért szeretnénk átfesteni a fémszerkezeteket, szeretnénk a homlokzatot újra színezni, majd az épülettel megegyező színben. Erre is még forrás hiányunk van jelen pillanat, de mindent megmozgatunk ahhoz, hogy ez a külső homlokzattal együtt megszépüljön.
épüljön. A zsinagóga jelenleg építési terület, így csak a felújítás után lesz újra látogatható. A vallásukat tudják gyakorolni a hitközség tagjai, de az épületben nem, és az épületben jelenleg nem tudunk látogatókat se fogadni. Nagy sajnálatomra rengetegen keresnek meg, hogy szeretnék megnézni az épületet. A zsinagóga jelenleg építési terület. Előreláthatólag jövő év tavasz végéig, nyár elejéig az épület nem látogatható, de jövő év nyártól a megújult épületben mindenkit szeretettel látunk. A közelmúltban néhány napot Londonban töltött 16-8-os a György István Katolikus Általános Iskolából. Régi álma volt ez Vas György angol szakos tanárnak, aki tanév elején elkezdett a szervezéshez, és a 2-8. Osztályból választotta ki az utazó diákokat. Ez egy régi álom volt a gyerekek részéről, hogy eljussanak Londonba, és megnézzék azokat a nevezetességeket, kulturális örökségeket, amelyeket tanultunk az órákon. És hát így kezdtük el a szervezést a tavalyi tanév végén. Előtte megbeszéltük, hogy milyen kulturális különbségek vannak, milyen hagyományaik vannak az angoloknak, és ezt ugye utána az élőben is láttuk, tehát nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, úgy gondolom. Én úgy szerveztem, hogy a 8. évfolyamból válogattam a gyerekeket, a szülői értekezletekre bementem mind a két osztályba, és ott felkínáltam ezt a lehetőséget a szülőknek, illetve a gyerekeknek. Nyilván angolórán tanulunk az angol ételekről, a teázási szokásokról és egyéb fontos dolgokról, ami jellemző az angolokra, tehát nem ért őket váratlanul, amikor ilyen dolgokkal szembesültek. Például Tea Múzeumban is voltunk, megnéztünk egy Tea Múzeum és boltot, ami nagyon nagy élmény volt. Én már voltam többször Londonban, viszont nem voltam a Shard felhőkarcolóban, és sok mindent hallottam róla, az üvegpalotáról, ami úgy néz ki, mint egy piramis, és hát ezt szerettem volna megnézni, fölmenni a tetejére a gyerekekkel együtt, és hát ez sikerült, és nagyon nagy élmény volt. Úgy gondolom a gyerekeknek is. Egy kollégám mondta azt, hogy bárhogy sikerül is a program, bármennyit tudunk is megvalósítani, a gyerekek biztos, hogy hatalmas élménnyel fognak visszatérni, és nem lehet elrontani ezt a kirándulást. Hát úgy gondolom, hogy ez jó volt, és igazolódott, amit ő mondott. Kovács Miklósné igazgató maga is járt korábban Londonban, így támogatta a kirándulást, hiszen fontos, hogy más országok kultúrájával is megismerkedjenek a györfisek, akiknek az iskolai alapítvány is nyújtott az utazáshoz támogatást. Ez a kollégámnak köszönhető, hiszen ő jött ősszel az ötlettel, hogy szeretné megvalósítani ezt az álmát a gyerekekkel együtt, hiszen angol órákon nagyon sok szó esik a célnyelv országáról, és ennek megfelelően ő szeretné őket elvinni. Én mondtam, hogy hozzájárulok, nyilván kezdje meg a felkészülést, nézzük meg, hogy ez anyagiakban mennyibe kerül. Fölajánlottuk, mint ahogyan a kollégám már elmondta a szülőértekezleten a szülőknek, és itt volt lehetősége a szülőknek jelentkezni, valamint megkeressük a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítványt is, amely az iskolánkban a nyelvoktatást támogatja elsősorban, és a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány örömmel vette ezt az ötletet, és támogatta a gyerekeknek az utazását. Jó néhány évvel ezelőtt ugyancsak szerveződött egy ilyen kirándulás, amelynek hál' Istennek én is a tagja lehettem, és hasonló élményeket éltem meg, mint amiről itt most meséltek a gyerekek. Éppen ezért, amikor hazaérkeztek Londonból, hát a következő történelem óra elejéből elloptunk egy kicsit, mondván azt, hogy azért az angol történelemmel is jócskán megismerkedtek, illetve gyakorolták kint Londonban, és ennek megfelelően ott a gyerekek nagyon-nagyon sok élményről számoltak be. Én mondhatom azt, hogy akkor még annyira friss volt az élmény, hogy én sokkal több és sokkal érdekesebb, meg apróbb élményekről is kaptam beszámolót, mint ami most itt esetleg elhangzott. Voltak, akik először ültek repülőn. Számukra ez is nagy élmény volt, de a város nevezetességei is tetszettek nekik épp úgy, mint a nagyvárosi nyüzsgés, az emeletes buszok, amelyre felszállhattak. A látnivaló közül a Madame Tussauds Múzeum, a Tower Bridge, a The Natural History Museum, a Tower of London, a Buckingham Palace, a Hyde Park, a Westminster Abbey, azaz a Westminster apátság is magával ragadta a diákokat. Először voltam, és az én kedvencem a Madame Tussauds volt. Előtte, utána nézte, vagy inkább ezt csak úgy filmekben láttad? Hát leginkább filmekben, de hallottam is róla. Ki volt az, akit mindenképpen szerettél volna megnézni? Hát Johnny Depp, Dwayne Johnson, meg hát az ilyenek.
Elmennél még egyszer Londonba mondjuk családilag, és mi lenne az, amit megnéznél, vagy megmutatnád a családnak? Biztos, hogy elmennék, nagyon tetszett. Hát talán ez lenne az első, utána meg a többi ilyen nevezetes látványosság. Éliás Lászlót faggatom arról, hogy neked milyen élményeid vannak Londonból. A kedvenc élményem a Természettudományi Múzeumban volt, ahol sok érdekes dinoszauruszt és emlős csontvázat nézhettünk meg. És ez egyébként is így utána olvasta gyerekként, ezek már ugye a kedvenceid voltak? Nem igazán, még előtte nem hallottunk róla. És akkor ott körbe mentetek, megnéztétek, mi tetszett a legjobban? A legjobban szerintem a csontvázok tetszettek. És ott mi? Tehát maga az, hogy ilyen hatalmas? Igen. És mi minden van még itt? Ásványkincsek, számtalan ásványkincs, és igazából kicsit fáradtok voltunk a végére, és nem néztük meg az összes dolgot. Magyar Antóniától kérdezem, hogy neked mi a legnagyobb élmény Londonból? Nekem a személyes kedvencem a Westminster apátság volt, amit London centrumában néztünk meg, és itt egy iskolával volt ez az épület egybeépítve, illetve nagyon sok híres tudósnak a sírhelyét láthattuk itt. Utána olvastál, vagy azóta olvastál inkább róla? Hát igazából nem olvastam utána, így sem előtte, sem utána, viszont az idegenvezetőktől nagyon sok információt megtudhattunk, és az érdekesség volt az idegenvezetőkkel kapcsolatban, hogy sokkal érthetőbben és tisztábban beszéltek angolul, mint akár bármilyen gyors étteremben, vagy az hétköznapi utcán az emberek. Mennyire érezted biztosnak a te angol tudásodat? Hát igazából így a beszéd szinten teljesen jól elboldogultam, viszont egy komolyabb beszédnél azért megakadtam egy kicsit. Utazási élményeid neked voltak-e? Igen, én életemben most repültem először, szóval hatalmas élmény volt, és az is nagyon tetszett ebben, hogy ezt a barátaimmal élhettem meg, és ez tényleg egy életre szóló élmény volt. Molnár Attilának nem tudom, hogy mi volt a legnagyobb élménye ezen az utazáson, de mindjárt kiderül. Először voltál Londonban? Igen, először voltam, viszont nekem igazából az egyik legnagyobb élmény, amit nem neveznék pozitívnak se, meg negatívnak se, az az volt, hogy megtanultam igazán elfáradni, mivel az első napon konkrétan 24 órán keresztül repültünk, megnéztünk több látványosságot, mint például az itt előbb elhangzott Természettudományi Múzeum, és tényleg, hogy London nagyon nagy város, szóval igazából ez a 4 nap sem volt elég, nemhogy még egy nap így a felét bejárni, szóval fárasztó volt igazán. De mi volt még olyan különleges? Hát nekem igazából, ami legjobban megtetszett, ez az említett Madame Tussauds volt, ami igazából tényleg, hogy az ilyen különböző filmek, történelmi eseményekbe így be tudtunk csöpenni, mivel ugye ott viaszbábuk vannak, és azok nagyon el tudják hitetni velünk, hogy egy ilyen élő helyzetben vagyunk. Volt rá alkalom, mikor összetévesztettem a viaszbábút is az emberrel, szóval szerintem az volt a legjobb program. Előtte hozzáolvastak a látnivalókról, azok történetéről, így tudták, mi vár rájuk. Mint a 8-osok elmondták, a programok mellett betekintést nyertek a londoni emberek hétköznapjaiba, megkóstolták a nevezetes hamburgerlánc kínálatát és más angol ételt is, és az angol társalgást is gyakorolhatták az utazás alatt. Először jártam ott, és nekem a kedvenc épületem volt a Shard nevezetű felhőkarcoló, és 74 emeletre fel lehetett felmenni, és hála Istennek este mentünk, és nagyon szépen látszottak a városnak a kivilágított részei. Amikor lenéztem, egy kicsit szédültem, mert eléggé téliszonyos vagyok, de utána minden rendben volt. Kicsit párás is volt a levegő, ezért nem lehetett annyira messze kilátni a városba, de attól függetlenül nagyon szép volt. Karcagi Nagy Dáviddal beszélgettünk, neked mi tetszett a legjobban? Nekem személyes kedvencem volt a közlekedés. Ugye
általában metróval, illetve azzal a bizonyos emeletes busszal közlekedtünk. Igazából mi az első napon vásároltunk egy ilyen Oyster kártyát. Ez olyan, mint hogyha itthon egy ilyen éves bérlet lenne. Ugye egy bizonyos összeget feltöltesz rá, és akkor csak így becsipogtatod, és át is enged a kapun. Ugye, hát végül is a londoni metró hasonló a pestihez, de ugye nyilván hosszabb útvonalak vannak, illetve nagyobb is ugye maga az egész tér. Meg igazából a metró megállóban is rengeteg utcazenész is volt, meg tehát tényleg az bizonyos hangulatot megteremtették. És hát, hogy álltál az emeletes busszal? Hát igazából ugye először is furcsa volt, mert Magyarországon nem nagyon látunk ilyen emeletes buszokat, de meg lehetett szokni. És mennyire közlekednek kerékpárral, gyalog, tehát mondtad, hogy más közlekedési eszközökkel is mennek. Mit láttatok még, amit sokan használnak? Hát igazából amikor a Westminster Bridge-nél voltunk, láttunk kerékpárosokat is az úton, akik bizonyos ilyen egykerekeztek, igazából az ott mellettük pedig a forgalom zajlott, de hát ők... Rutinosak hát voltak. Igen, ők rutinosak voltak, tehát ez nekik nem jelentett nagy tehert. És te hogy állsz az angolnal? Mennyire szereted? Hát igazából én szeretem az angol nyelvet. Ugye, hát személy szerint ugye van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé jobban, de hát igyekezek a hibáimat ugye bepótolni. Nyelvvizsga? Szeretném letenni a középfokút, most majd ebben a tanévben. És hát igazából nem tudom, hogy a felsőfokóval majd hogy leszek, majd kialakul. Schuster Pétert kérdezem először arról, hogy hogyan is állsz az angollal, szereted? Igen, szeretem. Nem annyira nehéz tanulni, de időigényes. A tanárunknak köszönhetően elég könnyen tudjuk sajátítani a nyelvet. Nyelvvizsga? Tavasszal tervezzük, hogy menjünk nyelvvizsgázni, készülünk rá különböző szakkörökkel. Londoni úton mi volt a számodra, ami a legnagyobb élményt volt, és mi volt mondjuk a legnagyobb nehézség? Itt említett a társadó, hogy az a 24 órás fentlét azért egy kicsit megviselte. Te ezt hogyan élted meg? Hát elég nehéz volt sétálgatni, meg metrózni. Hát sajnos én hát kicsit beteg lettem, és úgy sokkal nehezebb volt sétálgatni. És tényleg nagyon sokat mentünk egyik helyről a másikra. Neked mi tetszett a legjobban? Hát az, hogy ilyen különleges épületek voltak, hogy minden nagyjából téglából volt, minden ház, és elég régiek voltak, 150-160 éves házak voltak. És mondjuk a közlekedés számodra milyen volt? Itt említettétek többen a metrót, meg az emeletes buszokat, de számodra mi volt ezek közül élmény? A metrózás az eléggé zsúfolt volt, nagyon sokan voltunk. Este felé már enyhült a zsúfoltság a metrókban. A buszok is zsúfoltak voltak, de legtöbbször voltak üres helyek, ahol le tudtunk ülni. Többen szüleikkel is szeretnének majd visszamenni Londonba. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!